programként lehet jelentkezni. Akár 25 ezer családnak is segítséget nyújthat a nemrégiben elfogadott családi csődvédelmi program. Bővülő foglalkoztatás, mintegy 1000 új munkahelyet teremtenek azok a beruházások, amelyek a nyár végéig fejeződnek be Nyírbátorban. Népszerű szolgáltatás, országos szinten a parkolások több mint felét mobiltelefonnal fizetik, derül ki a Nemzeti Mobilfizetési ZRT adataiból. Akár 25 ezer családnak is segítséget nyújthat a nemrégiben elfogadott családi csődvédelmi program. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az 5 éves programba önként lehet jelentkezni. A csődvédelem alatt állók ez idő alatt nem veszíthetik el ingatlanjukat. Ez azért fontos szempont, mert csak tavaly a rezsicégek közel 500 000 behajtási ügyet indítottak el. Elfogadta az országgyűlés a családi és magáncsődről szóló törvényjavaslatot. A megszavazott jogszabály szerint azok a családok, akik 3 hónapnyi tartozáson túl vannak, valamint adósságuk meghaladja vagyonukat, de nem több ennek kétszeresénél, önkéntes alapon beléphetnek a programba. Először egy bíróságon kívüli eljárásban az adós és a hitelező megállapodik egymással, így az adós haladékot kap és csökken a törlesztő részlete. Bírósági felügyelet alatt, ugye, csődbiztost rendel ki a bíróság az adóshoz. Még egyszer szeretném aláhúzni, ez önkéntesen vállalt kötelezettség, és ilyen formán elindul egy eljárás, amikor is a család vagyoni helyzetét is figyelembe véve megpróbálják konszolidálni a család helyzetét. A programban 5 évig egy vagyonfelügyelő, azaz egy csődgondnok felügyeli a család kiadásait és pénzügyeit, aki lehet szociális munkás, pénzügyi vagy családvédelmi szakember is. Kötelezheti az adóst, hogy akár a létfenntartáshoz nem szükséges, de értékes ingóságait eladja. A csődvédelem egyik kedvezménye, hogy a kilakoltatás nem veszélyezteti a családot. A család tudja teljesíteni az adósság szolgálatát, és megmenekül az otthona elvesztésétől, és ebbe pedig a banknak is segítséget kell nyújtani, mert az adósság egy részét, jelentős részét el fogja engedni a végén, amikor a törlesztő részleteket 5 év után befizeti a család. A deviza hitelesek megsegítésére nem ez az első lépés. Az árfolyamgát bevezetése és a bankok elszámoltatása után ez a törvény a 3. lépésként szeptembertől lép hatályba. Mintegy 1000 új munkahelyet teremtenek azok a beruházások, amelyek a nyár végéig fejeződnek be Nyírbátorban. A fejlesztések 2-3 év alatt érik el ezt az 1000 fős munkaerő igényt. Az idei év végéig várhatóan 100-an helyezkedhetnek el a városban. Ez az a zöldmezős beruházás, ami néhány hete kezdődött el a Nyírbátori Ipari Parkban. A folyamatosan bővülő fejlesztések egy részét már átadták, és a termelés bővítéshez szükséges munkaerőtoborzás is elkezdődött. A beruházó már 3. lépcsőben fejleszt a városban. Pár hete kezdődött el egy nagyon komoly fejlesztés az ipari parkunkban, amely több mint 100 embernek fog munkát adni, és bízunk benne, hogy ez év végéig, vagy következő év elejéig megvalósul. Ez egy teljesen új zöldmezős beruházás, az az olasz tulajdonú Farmol cég fejleszt, aki már ezzel a 3. lépcsőben fejleszte az itteni termelését. Ez azért nagyon fontos, mert ez azt jelenti számunkra, hogy a külföldi befektető, a tulajdonos, ez egy személyi, tehát egy családi vállalkozás, megtalálta itt helyben a számítását, és látja annak lehetőségét, hogy hogyan bővítsen, hogyan fejleszen. Az ipari parkban 3 komolyabb beruházás folyik, amelyekhez a szükséges munkavállalói létszámot nem csak Nyírbátorból, hanem az egész megyéből tudják majd feltölteni. A város úgy számol, hogy ez a 2 fejlesztés és az a beruházás, amely ez év áprilisában a Coloplast Hungary Kft.-nél került átadásra, ez közel 1000 új munkahelyet jelent. Nyilvánvalóan ez nem egyszerre jelenik meg, tehát a Coloplast, amely áprilistól már használja és használatbavétel engedélye van és bővíti ott a termelését, neki egy a 400-500 fő felfutással 2-3 év alatt fog ez megvalósulni, és ez a másik 2 fejlesztés, a Diller Cabinnál és a Farmolnál pedig nyilván az év végétől kezd el feltöltődni.
annyira nagy létszámú ez az 1000 fő új munkahely, amit nyilván a munkaerőpiac nem is bírna el egyszerre. Tehát ha ez egy év alatt jelenne meg, akkor az gyakorlatilag a kielégíthetetlen kategóriát jelenteni, de az, hogyha ez 2-3 évben elosztva jelenik meg, és figyelembe vesszük, hogy ezek a munkavállalók nyilván nem Nyírbátorból is, már nem csak a kistérségből, hanem az egész megyéből járnak ide dolgozni, ez így ennek a feltöltése, a kielégítése, ez biztosítható lesz az elkövetkezendő években. Nyírbátorban egyszerre van jelen nagy létszámú képzetlen munkanélküliség és komoly munkaerőpiaci igény, amit képzési források bevonásával akar a városvezetés összehangolni. Nem Kisvárdán, hanem Nyíregyházán kellene elindulnia a Felsőoktatási Közösségi Képzőközpontnak, hangzott el az MSZP tájékoztatóján. A párt nyíregyházi elnöke Nagy László kiemelte, az elmúlt években összesen több mint 16 milliárd forintos fejlesztés valósult meg a nyíregyházi főiskolán, így az infrastruktúra, valamint a tanári, szakmai gárda is biztosíthatná a minisztérium elképzeléseit, továbbá felsőoktatási képzéseket. Én azt gondolom, hogy sem szakmailag, sem politikailag nem indokolt az, hogy egy új helyszínen innen 50 kilométerre, vagy 45 kilométerre, vagy 40 kilométerre, hiszen most már közelebb került Kisvárda hozzánk, alakuljon ki egy új oktatási intézmény, miközben a nyíregyházi főiskolán minden rendelkezésre áll az, ahhoz, hogy ilyen típusú képzéseket is el tudjanak indítani. Ráadásul ezt az infrastruktúrát fenn kell tartani, ennek az infrastruktúrának a fenntartása borzasztó sok pénzébe kerül az államnak, és kerül a főiskolának. Országos szinten a parkolások több mint felét mobiltelefonnal fizetik, derül ki a Nemzeti Mobilfizetési ZRT adataiból. A tavaly bevezetett szolgáltatással eddig 16,8 millió parkolási tranzakciót bonyolítottak le, az ebből származó forgalom pedig a 7 milliárd forintot is meghaladta. Parkolás indult. Országos szinten a parkolások 55%-át fizetik mobiltelefonnal, de vannak körzetek, ahol ez a szám a 70-80%-ot is meghaladja. A bevezetés célja az volt, hogy létrejöjjön egy országos, egységes rendszer, ami a felhasználók számára kényelmesen ugyanazzal a módszerrel lehetővé teszi a közterületi parkolást. A szolgáltatás bevezetése előtt ez országosan mindössze 44 helyen volt elérhető. Ezzel az egységes rendszerrel tudják országosan mindenhol biztosítani a szolgáltatást. Ezt leginkább úgy lehet érzékeltetni, hogy jelen pillanatban 74 közterületi parkolási rendszer van Magyarországon, és ezekben lehet mobil megoldással is fizetni. Több előnye is van a mobilos fizetésnek, a parkoló automaták fenntartása költséges, a bevétel közel 20%-át is elviheti. A felhasználók számára is kedvező, nem kell ezentúl készpénzt maguknál tartani, valamint a parkolás tényleges időtartamát fizethetik ki ezzel a szolgáltatással. Gazdasági előnyei is lehetnek, hiszen lehetővé válik az, hogy ha elindítunk egy parkolást, akkor állítjuk le, amikor visszaérünk, míg ugye az automatákban előre meg kell venni bizonyos időszakokra a jegyet, és akkor lehet, hogy nem használjuk ki mondjuk azt az egy órát, két órát, akkor ugye azt fölöslegesen fizettük be azt a pénzt, így meg mobillal, amikor kezdjük, elindítjuk, amikor végzünk, leállítjuk. A mobil fizetési szolgáltatás egyedülállónak számít és nemzetközi híre is van, többek között Isztambul és Svájc is érdeklődik a rendszer iránt. A parkolás vége. Bruttó 3 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL. Így a 95-ös benzin literenkénti átlagára 392-393 forintra, a gázolajé pedig 368-369 forintra csökken. Az autósok továbbra is 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Két személygépkocsi ütközött Mátészalka keleti lakótelepén szerda délután. A balesetet az okozta, hogy az egyik jármű nem adott elsőbséget a másiknak. Egy személy sérült meg, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Árokba borult egy személygépkocsi Kisvárdánál. A jármű Kékcse felé indult el, ám Kisvárda után 1,4 kilométerrel az egyenes, forgalommentes úton előbb balra letért az úttestről, majd onnan jobbra visszatérve az árokban a tetejére borult. A műszaki mentéshez a kisvárdai tűzoltók vonultak ki, a gépkocsi vezetőjét kórházba szállították. Az eset körülményeit a kisvárdai rendőrkapitányság vizsgálja. Egy hónappal a nyíregyházi piaszcsarnok külső felújítása után befejeződtek a költözések. A piacon közel 250 árus kínálja termékeit. A részletekről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit.
Újoncként készül a megyei első osztály rajtjára a nagyecsedi futballcsapat. A másodosztályú bajnokságot 100%-os teljesítménnyel megnyerő együttestől többen távoztak, de az átalakított csapattal is a középmezőny célozzák meg az ecsediek. Az elmúlt szezonban is Farkasinszky Orsolya volt a nyíregyházi kosársuli legeredményesebb játékosa. A 28 éves center a keleti csoport legjobbjának bizonyult a pontátlag, a lepattanó és az értékindex kategóriában is. Egy hónappal a nyíregyházi piaszcsarnok külső felújítása után befejeződtek a költözések, a régi rendszerint zajlik az árusítás. A piac főleg hétvégén forgalmas, közel 250 árus kínálja termékeit. A búzatéri piac a csarnokban, illetve szabad területen történő árusítási lehetőséget is kínál minden őstermelő és kereskedő számára. Az idény zöldségek és gyümölcsök, mint a paprika, dinnye vagy megy több árus kínálatában kedvező áron elérhető. Az itt árulók egységesen, asztalonként fizetnek bérleti díjat. Vasárnaptól csütörtökén napokig ilyen 80-110 közötti árus fordul meg a piaszcsarnokban. A hétvégi, pénteki, szombati napokon ez a szám 200-250 környékén alakul. Az árusoknak a körülbelül 15% a kereskedő, másik 85% a termelő. Az árusításért a benti, illetve a kinti asztalokon is egységesen 500 forintot kell fizetni asztalonként. Az árusok nagy része szinte minden nap visszajáró eladó, van, aki már 30 éve itt árul a piacon. Mi minden nap itt vagyunk, vasárnaptól egész szombatig, és főleg a péntek-szombat, amikor van legtöbb vevő. Mi paprikát árusítunk, répát és zöldséget. A 92 éves hajdunánási Barta Mihály a piac talán egyik legidősebb kistermelője. 3 éve árul Nyíregyházán, nagyon örül a felújításoknak. Ide járok. Most meg élvezet ide jönni, mert hát gyönyörű, szép a piac, ki van építve, gyönyörű. Ezzel nagyon meg vagyunk elégedve. A város fő zöldség, gyümölcs és virágpiaca hétfőtől vasárnapig várja az érdeklődőket. Szombaton második alkalommal rendezik meg az Aranykalász Fesztivált Apagyon. Tavaly 8000-en látogattak ki a rendezvényre. Az idei év különlegessége, hogy egy ingyen konyhát működtető kárpátaljai egyházközösség számára adománygyűjtést szerveznek a fesztiválon. Már folynak az Aranykalász Fesztivál előkészületei az apagyi kenderáztatótónál. Az idei évben is számos fellépővel készülnek a szervezők, délelőtt a kicsik láthatnak előadásokat, délután és este pedig DJ-kkel és koncerttel zárul a nap. Hétvégére 4-5 ezer részvevőt várunk mindenféleképpen, a tavaly 8 ezeren voltunk, egy kicsit most a lehetőségeink kevesebbek anyagiak oldaláról, de azért szeretnénk ugyanazt a színvonalat, ugyanazt az ellátást biztosítani, mint az elmúlt évben. A szervezők az apagyiak mellett várják a környező települések lakosait, valamint csoportokat, baráti társaságokat és önkormányzatokat is. A kilátogatók számára a programok mellett főzési lehetőséget is biztosítanak. Nagyon széles lesz a programok skálája. A reggeli 10 órásig nyitó után hagyományőrző egyesületek lépnek fel, néptánc csoportok, illetve népdalénekesek lesznek. A tavalyi évhez hasonlóan a délután pedig a gyerekekről fog szólni. Itt igyekszünk majd olyan műsorokat szervezni, amelyek vonzák a kisebb és nagyobb gyermekeket. Például Bodnár Attila és Paprita lesz az egyik sztár fellépőnk, illetve lesz egy órás Ludas Matyi zenés előadásunk. Hát és ugye jönnek az idősebbek és a fiatalabbak, délután 4 órától pedig sztár fellépők, többek között a Giza, a DJ Deka, illetve LL Junior, 8 órától Roberto, a Sláger TV előadója, illetve 9 órakor egy élő zenés koncert lesz a Kerozin előadásában. A fesztiválon a Szatmári Líder Közhasznú Egyesület sátraiban főzött ételek megvásárlásával lehet támogatni az ingyen konyhát működtető derceni egyházközséget. Újoncként készül a megyei első osztály rajtjára a nagyecsedi futballcsapat. A másodosztályú bajnokságot 100%-os teljesítménnyel megnyerő együttestől többen távoztak, de az átalakított csapattal is a középmezőny célozzák meg az ecsediek.
Második hete készül a nagyesedi futballcsapat, amelyet továbbra is Opre Mihály irányít, de játékos edzőként Ádámszky Róbert is segíti a szakember munkáját. A megyei másodosztály Kelet-Magyarország csoportját 100%-os teljesítménnyel megnyerő együttestől többen elbúcsúztak, Török István az NV3-as Nyírbátorhoz igazolt, mellette több korábbi kulcsemberét is elvesztette a csapat. Balogh Gyula sajnos az nagyon sajnáluk Ibrányt választotta, nem tudom milyen okból, biztos bajnok esélyes csapathoz úgy gondolt, hogy még benne van a lehetőség. Balogh József azt hiszem Nyírmegyese távozott, és Szabó Attila, ami a Nyíregyházának lett a kapusedzője, az a funkciója, magyarán mondva befejezte a pályafutását. Hát innen is azért sok sikert kívánok Soti havernak. Az érkezők listája hát még nem teljes, tehát próbáltunk azért fiatalítani a kereten rendesen, mert azért nem, tehát már azért korosabb volt a társaság. Debrecenből jött Ladányi és a Gyöntomi. A Ladányi, én úgy gondolom, tehát én még nem láttam, most ismertem meg, egy nagyon képzett futballista, szerintem vele nagyon jó járunk a középpályán, Gyöntomi egy belső védő, és helyi fiatalokra építve Tyukodról igazoltunk egy középpályást, és miért vállaljuk egy támadót. Aztán ezen kívül még szeretnénk igazolni azért támadót is, próbajátékon van egy román fiatalember, és a védelmünk is, én úgy gondolom, még kell erősíteni egy kicsit, és kapusposzton természetesen. A korábban az NB3-ban is bajnoki címet szerző Nagyecsed nem átszállójegyet szeretne váltani a megyei első osztályba. Szeretnénk a középmezőnyben, ha lehet még az élbolyhoz tartozni. Hát reméljük, nagyon nehéz feladat lesz. Én azt mondom, nekünk ott azért az a vidék másabb, mint egy nyíregyházi környéke, de megpróbálunk, tehát normális csapatot felépíteni, ne legyen olyan gond, mint két év, amikor kiesett a csapat. A Nagyecsed a hétvégén Nyírmadán lép pályára felkészülési mérkőzésen, majd szerda-szombat ritmusban követik egymást az edzőmeccsek. Ádámszkijék részt vesznek egy fehérgyalmati tornán is. Az elmúlt szezonban is Farkasinszky Orsolya volt a nyíregyházi kosársuli legeredményesebb játékosa. A 28 éves center, aki a keleti csoport legjobbjának bizonyult a pontátlag, a lepattanó és az értékindex kategóriában, még nem tett le arról, hogy az élvonalban szerepeljen nevelő egyesülete színeiben. A legutóbbi szezonban az 5. helyen végzett az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. A csapat kulcsembere az elmúlt évekhez hasonlóan Farkasinszky Orsolya volt, aki a keleti és a nyugati csoport összevetésében is a legjobbnak bizonyult három kategóriában. A 21,6-es pontátlag, a 11-es lepattanó átlag és a több mint 30-as értékindex a másodosztályban is kimagaslónak számít, ennek ellenére a center nem volt maradéktalanul elégedett a teljesítményével. Azt gondolom, hogy kicsit gyengébbre sikerült azért, mint az előző év. Megpróbáljuk ebben az évben ugyanúgy, hogy egy kicsit több legyen. Nem volt annyival gyengébb, hogyha a statisztikát nézzük. Én személy szerint éreztem azt, hogy kicsit azért ennél többet hozzá kellene tudnom tenni. Megpróbáljuk ebben az évben az alapozást, felkészülést erre tenni a hangsúlyt, és a következő évben jobb teljesítményt igyekszünk úgy csapatszinten, mint egyénileg produkálni. Farkasinszky Orsolya a Szolnok és a Szeged színeiben korábban szerepelt az A-csoportban, sőt a válogatott keretbe is bekerült. Az elmúlt években többször hívták a centert az élvonalba, ő azonban rendre nemet mondott. Most nem nagyon kerestek, miután visszautasítottam eddig is, gondolom ez is lehet az oka. Bár azt gondolom, hogy nagyon kevés játékos van, tehát ha itt valaki rendesen dolgozik, akkor lehetőséget kaphat. Hiányzik-e? Megmondom őszintén, hogy nem. Tehát az, hogy napi kettőt edzen az ember, nem igazán van más a lehetősége, én viszont szeretek a gyerekekkel is foglalkozni, és amellett nem lenne erre lehetőség. Úgyhogy ez így nekem tökéletesen elég. Meg tudom tartani az edzéseket, tudok edzeni, tudok kosárlabdázni, úgyhogy tökéletes. A játékos hozzátette, amennyiben a nyíregyházi kosársuli feljutna az A-csoportba, mindenképpen kipróbálnák magukat a legmagasabb osztályban. A csapat augusztus elején egy nagyváradi edzőtáborral kezdi el a felkészülést a következő szezonra. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Akár 25 ezer családnak is segítséget nyújthat a nemrégiben elfogadott családi csődvédelmi program. Az 5 éves programba önként lehet jelentkezni. A csődvédelem alatt állók ez idő alatt nem veszíthetik el ingatlanjukat. Ez azért fontos szempont, mert csak tavaly a rezsicégek közel 500 000 behajtási ügyet indítottak el. Mintegy 1000 új munkahelyet teremtenek azok a beruházások, amelyek a nyár végéig fejeződnek be Nyírbátorban. A fejlesztések 2-3 év alatt érik el ezt az 1000 fős munkaerőigényt, az idei év végéig várhatóan 100-an helyezkedhetnek el a városban. Országos szinten a parkolások több mint felét mobiltelefonnal fizetik, derül ki a Nemzeti Mobilfizetési ZRT adataiból.
A tavaly bevezetett szolgáltatással eddig 16,8 millió parkolási tranzakciót bonyolítottak le, az ebből származó forgalom pedig a 7 milliárd forintot is meghaladta. A Kölcsei Televízió csütörtöki hírműsorát látták. Friss hírekkel pénteken is jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Nyugat felől egyre melegebb, változó nedvességtartalmú levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Tovább erősödik a nappali felmelegedés. Hazánk nagy részén kánikulára számíthatunk. Éjjel időnként megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 fok körül alakul. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható. Zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 33 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén fokozódik a hőség, az éjszakák sem hoznak enyhülést, akkor is meleg lesz. A sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, és helyenként záporeső zivatar is kialakulhat. A vasárnap este érkező szakadozott felhőzetű hidegfront hatására a jövő hét elején néhány fokkal csökken a nappali felmelegedés mértéke. Átmenetileg megszűnik a forróság, de a hét közepétől ismét nagyon meleg idő várható.